Kedves vendégek, barátok, tisztelt közönség! Köszöntöm Önöket itt a Török-Kanizsai Színház nagy termében. A fellépők és a magam nevében köszönöm, hogy a mai estéjüket arra szánták, velünk együtt ünneplik meg a Magyar Kultúra Napját. Az emléknap pontos dátuma január 22-e, melynek apropóját az az esemény szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények. Egy-egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valami kulturális, művészeti életünk értékeit. Ezt tesszük mi is a ma este bemutatásra kerülő Sorsunk című táncjátékkal. A török-kanizsai Tiszapa és a nagytikindai Sirülő Néptánc táncművészei a Csík és Gímes együttes zenéjére rendkívül látványos módon mesélik el nemzetünk történelmében felbukkanó sorsdöntő fordulatokat. Hogy miért adtuk ezt a címet előadásunknak? Mert a történelem viharában ránk szabott megpróbáltatásoknak a nemzet nem mindig tudott ellenállni. Az erőszakos besorozások, a magyar közösségek idegenbe való kitelepítése, a magyar falvak felégetése és végül az asszimiláció egy nemzet végét jelentheti. Az előadás jeleneteiben ezeket a negatív fordulatokat ismerhetik a népek. Habár a templomtorony órája 5 perccel 12 előtt megállt, még nincs veszve minden. E rövid hátralévő idő alatt ragadjuk meg minden lehetőséget, hogy megőrizzük magyarságunkat. Még mielőtt elkezdődne a táncjáték, szeretnénk kihasználni az alkalmat és megköszönni mindazoknak a barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak és szülőknek a munkáját, akik hozzájárultak előadások létrejöttéhez. Köszönöm! Postovan a publikum, pozdravljam vas i zahvaljujem što ste odlučili da danas zajedno sa nama slavite Dan mađarske kulture. Ovo je praznik svih Mađara sveta, a sam povod je taj da je Kölcsey Ferenc, mađarski pesnik, 22. januara 1823. godine završio pesmu Himnus, čiji tekst se danas peva kao mađarska himna. A muziku je komponovao Erkel Ferenc, čuveni mađarski kompozitor. Dan mađarske kulture se obeležava i slavi od 1989. godine. Današnju multimedijalnu predstavu pod nazivom Sudbina smo pripremili povodom ovog nama Mađarima veoma značajnog dana. Radnja predstave se odigrava početkom 20. veka i obuhvata period od 1918. do 1940. godine. Pokretima i motivima izvornog mađarskog folklora učesnici će prikazati momente iz ovog dela istorije mađarskog naroda. Muzičke numere su pod izvedbom grupe Čík i Gímes, a igrači su članovi folklornih grupa Sirülő iz Kikinde i Tiszapa iz Novokneževca.